Szép napot kívánok, köszöntök én is mindenkit, Gábor, neked egy köszönöm az alapos felvezetést. Arra gondoltam egyébként, miután sokan sokfelől érkeztünk, hogy egy pár szót azért is mondok magáról az IDC-ről. Ahogy mondta is a Gábor, nagyon sok mindent csinál az IDC, de leginkább azért mégis a fő tevékenységünk az, hogy mi próbáljuk meg megmondani az IT piaci szereplőknek, illetve az IT termékeket felhasználó mindenféle nagyvállalatoknak azt, hogy mi az, ami megy, ami működik, mi az, amiben érdemes mondjuk fektetni, illetve hogyan kell ezeket a technológiákat felhasználni. Nagyjából 2 hónapja kezdtem el felkészülni erre a prezentációra, amit most itt láthattok, hogyha lehet tegeződni virtuálisan is. És igazából a mai nap állt az össze a fejembe, hogy hogyan is lehetne, hogy frappánsan és ilyen, mondjuk ilyen egy mondatban, vagy akár egy szóban is válaszolni erre a kérdésre. Mert azért valljuk be ez a mi élet az IT világ a 2021-ben, azért ez egy eléggé tág valami, amit eléggé nehéz megfogni, és azt gondolom, hogy ha egy szót kéne találni, akkor az lenne az a szó, hogy hibrid. Tehát amilyen egyszerűnek tűnt ez az IT korábban, most azt gondolom, hogy annyira szétszakadozott, széttördelt, innen-onnan összeálló. Ebben az évben, tehát a 2021-es évben az IDC végzett egy kifejezetten egy vertikumra, a gyártóipari vertikumra vonatkozó kutatás, és ebből a kutatásból ugye az egyik legfontosabb tanulság ugye az volt, és az jött ki, hogy igazából nagyon nehéz dolga van ma azoknak a vállalatoknak, akik az IT-t próbálják hatékonyan felhasználni, mert egyrészt hoznak magukkal egy elég komoly legacy-t, tehát egy elég komoly örökséget, ami ugye nyilván abból fakad, hogy már 20-25-30 éve is használtak IT-t, és ezeknek egy része még itt van velük, itt él velünk, és mindezekkel együtt kell úgy dolgozzunk, hogy maga az alapműködésünk az ne álljon le, vagy ne fagyjon le, hanem hatékonyan működjön, és ehhez képest még ugye érdemes az új technológiákat, amik ugye hozzáadhatnak a mi működésünkhöz, még hatékonyan felhasználni. Tehát egy eléggé nehéz, komoly kérdés, és egyfajta olyan összefoglaló is lehetne ennek az évnek a részemről, ez az utolsó prezentációt áll, amit ebben az évben tartok. Viszonylag sokat tartottam, sok témáról, security-tól kezdve, adaton át, hálózati. Úgyhogy azokban szemezgettem egy picit, és a végén azt gondolom, hogy nagyjából ki fog jönni, hogy mik azok a főbb problémák, amiket azt gondolom, hogy fő problémáknak nevezhetünk, hogy most mozgatja az IT világát, és talán az is látszik majd egyébként, hogy mennyire nem egyszerű ez a történet, ahhoz képest, amennyire egyszerűen gondoltunk korábban. De ugrom is, mert még mindig az első szlájdnál tartok. Ugye kezdjük azzal, hogy mi az, amivel fordulnak általában az IDC-hez. Hát vannak ugye a szolgáltatók, ICT gyártók, azt szokták kérdezni, hogy figyelj, Józsi, mi az, ami működik szerinted? Mi az, ami működik a piacon? Mire van igény? Tényleg annyira működik most ez a mesterséges intelligencia biznisz? Tényleg itt van már a big data korszak, vagy mi mindig csak beszélünk róla, a felhő technológiával kapcsolatban mi a helyzet most, mik azok, amiket felhősítünk, mik azok, amiket nem akarunk egyáltalán. Egyáltalán hogyan tudom én segíteni mondjuk azok, akik IT-t használnak föl, hiszen ez azt gondolom az egyik legfontosabb fájdalompontja mondjuk az IT szállítóknak, hogy gyakran nem egyértelmű, hogy az, amit ők hoznak a piacra, az miért is egy nagy dúlás, hogyan is tud hozzáadni mondjuk az életetekhez, vagy az életünkhez azoknak, akik felhasználják. Hogyan szólítsuk meg ezeket az embereket adott esetben? Adott esetben hogyan szólítsuk meg azokat, akik döntéseket hoznak ebben, de mondjuk nem ők azok, akik az IT-hoz értenek is. A másik oldalról, hiszen nem velük ugyanúgy van kapcsolatunk, az IT termékeket felhasználó nagyvállalatok, ők meg azt szokták kérdezni többnyire, hogy oké, de hogyan tudunk nyerni az IT-ban, hogyan tudunk spórolni vele. Itt egyébként van egy erőteljes paradigmaváltás. Még amikor én elkezdtem elemzőként dolgozni, kifejezetten ezen a piacon, akkor még a második volt a leggyakoribb kérdés, amit föltettek, most már azért sokkal jellemzőbb az, hogy hogyan tudunk nyerni az IT-val, hogyan tudjuk ezt úgy használni, ezt az IT-t, hogy növekedjünk, hogy adott esetben innováljunk, tehát egy picit pozitívabb és egy picit progresszívabb a hozzáállása a piacnak ebből a szempontból is. Kinek a megoldását válasszam, viszonylag
egyértelműen borzasztó nagy a zaj ezen az IT piacon. Ki az, aki olyan megoldást tud nekem nyújtani, hogy azt, hogy azzal jó is leszek, hogy azt megfelelően tud működni. Tehát rengeteg kérdés az, amit itt ennek kapcsán kapunk. És akkor nézzük is meg, hogy hogyan ez a digitalizáció. Kezdjük valami jó hírrel, néhány jó hírrel ennek kapcsán. Előre is elnézést kérek, ugye pont az előadás előtt a Gábor kérdezte, hogy IDC vagy IDC, hát mi nekünk azért az egyik legjellemzőbb sajátosságunk az, hogy amerikai cég vagyunk, éppen ezért gyakran beszélünk angolul, egy kicsit egyébként a szlájdjaink is, néha magyarok, néha angolok, egy kicsit ez ilyen húlisra is sikerült, de ezen a szlájdon, amit láthattok, az igazából ugye szép sárgával mutatjuk azt, hogy amikor megkérdeztük a vállalatokat, nagyvállalatokat 2021. júliusában, hogy hol tartotok a digitális transformációs tervezésetekkel, akkor ugye ilyen 5 skálára lehetett őket szépen sorolni, bal oldalt láthatjátok azokat, akik még sehol nem tartanak, vagy nem tartottak, ez még ilyen 6-8%-a, és nyilván a jobb oldalán látjátok a vállalatoknak azt a csoportját, akik már teljesen előre haladottak, akkor azt mondják, hogy már az ő roadmapjuk már integrálja minden technológiát, ami az üzleti transformációhoz szükséges. Nyilván minden inkább jobbra tolódunk ezen a síkon, úgy egyre inkább azt mondhatjuk, hogy egy érettebb, digitalizációban jártasabb vállalattal van dolgunk. Azt látjuk, hogyha összevetjük a 2021-es állapotot a 2019-es állapottal, akkor azért továbbra is tolódunk e felé a jobb oldal irány felé. Láthatjátok, a jobb oldalt ez azoknak a vállalatoknak az aránya, akik már előre haladottak, ez folyamatosan nő. Van egy lemaradó réteg egyébként, ott is látunk egy pici növekedést, de azért, hogyha összességében nézzük a képet, akkor ez egy pozitív kép. Nyilván egyébként fölmerült itt a kérdés, és volt külön prezentáció, hogy csak digitalizációról tartottam, hogy oké, hogy digitalizálunk, de mennyiben beszéltünk digitalizáció kapcsán, digitális transformációról is, ami ugye ott nyilván van az a különbség, hogy magát egy üzletet, folyamatot, kommunikációs csatornát, bármit, de hogy mégiscsak transformálja a vállalat működést, tehát átalakítja a vállalat működését és a technológia. Ez innen most ebből a csárból nem derül ki, de azt gondoljuk egyébként, hogy az nyilván a nehezebb része, ezen az úton is azért egyre szebb és szebb képet látunk, hogyha a kutatásainkat nézzük. Ezzel összhangban ennek kapcsán nyilván is egy kérdés volt, hogy hogyan változik a vállalati approach, megközelítés. És itt megint azért hangsúlyoznám, egyébként itt ilyen worldwide kutatásról van szó, és amikor azt mondom, hogy ezen az érettségi görbén és egyre inkább előre és egyre előrébb haladnak a vállalatok, akkor azért meg kell jegyezni, hogy ha itt ide venném a mi régiónkat, és az mi régiónkon azt értem, hogy EMEA régió, tehát ebben azért benne van teljes Európa, még egy kicsit más régiókból is, akkor jellemzően mondjuk egy észak-amerikai régióhoz képest sokkal kisebb ez a fajta érettség, és ebből is még kiemelnénk a CEL régiót, azon belül Magyarországot, akkor ez meg még kevésbé, még lassabban adaptálódó piaccal találkoznánk. Általánosságban is azt mondhatjuk, hogy IDC tanulmányokat nézünk, akkor az egyik legnagyobb rákfenéje egyébként mondjuk a magyar IT felhasználásnak, egyrészt, hogy nagyon nehezen adaptálódik, nagyon nehezen fogadja be az új technológiákat, másrészt pedig nagyon ragaszkodik azokhoz a folyamatokhoz, amik ugye beváltak korábban, éppen ezért az új technológiák és a digitalizációnak a hatása is jóval kisebb lehet. Nem egy olyan projektről tudunk, akár privát, akár publikus szektorból, ahol egy viszonylag jónak tűnő megoldás került bevezetésre. Ennek ellenére ennek a hatása az üzlethez nem lett olyan jelentős, mint amennyit terveztük, mert hogy vagy valamit elrontottunk abban, hogy mindennek a terméknek a fogadtatása milyen lesz, milyen lehet, vagy valahogy ezt a folyamatot nem láttuk át annyira, hogy akár azt láttuk volna, hogy egy ilyen szép shiny IT eszköz, az hogyan is járulhat magához a folyamathoz hozzá, és éppen ezért maga a bevezetés lett olyan sikeres, pont egyébként az elmúlt hónapokban, ha olvassátok a híreket, jó pár ilyenről lehet hallani, hogy mondjuk néhány hónap év után mondjuk egy ilyen nagy
reményekkel vált bevezetés, az kevésbé lett hatékony, ezért mondjuk ki is vezették. Jó, tehát el is jutottunk addig, hogy szépen digitalizálódtunk, egyre inkább jutunk előre ezen a létre, ezen a digitalizációs létre, ez az elképzelt digitalizációs létre. Felmerül a kérdés, hogy így is képzeltük, tehát ez volt korábban a fejünkben, hogy így halad majd előre. És ennek kapcsán érdemes visszalépni egy picit. Tehát érdemes visszalépni egy pár évet, vagy akár nem tudom, egy bő évtizedet. Hogy hogyan láttuk azt akkor, hogyan fog kinézni a piacunk, illetve az IT megoldások piaca, hogyan alakul át a mi IT-nk. És hát, hogy itt van egy ilyen klasszikus csátok. Tehát egy bő évtizede, igazából ugye 2005 környékére tesszük azt, hogy beindult ez az úgynevezett harmadik platformnak a korszaka. Nyilván ugye a mainframe volt az első korszaka, utána ez van internet, ez a második platform, ugye a 90-es éveket jellemezte, amikor megjelentek akár ugye a PC-k is nagy számban, és aztán jött ugye a harmadik platformnak az érája. Most a harmadik platform ugye alapvetően ezt a négy technológiát foglalja, vagy foglalta magában. Egyrészt ugye a cloud technológia, tehát megjelent a felhő technológia, egy teljesen más fajta megközelítést eredményezett mindez. És azt gondolom, hogy egyébként a világ itt szépen előre is haladt ezen a cloudosodás terén. Olyannyira előre haladt, hogy most már ugye felmerült, hogy adott esetben nem érje meg visszalépni, és bizonyos munkafolyamatokat, workloadokat visszahozni a felhőből, mert ugye sok környezetet menedzselünk együtt, és akár TCO szempontjából, tehát total cost of ownership szempontjából, akár biztonsági szempontokat figyelembe véve, akár jó pár más dolgot figyelembe véve, nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb megoldás. Ugye a mobil eszközöknek a bejövetele megint csak egy újfajta korszakot hozott be, aztán nem is kell részletezzem egyébként. Külön fogunk beszélni, majd egy pár szóban ki fog térni egyébként az analitikára, meg ugye általában a big data analitikára. Nem veszek el abban egyébként, hogy mit nevezünk big data-nak, mit nem nevezünk big data-nak, de maga az egyébként, hogy az adatokra hogyan nézünk most, és hogyan néztünk 10-15 éve, az nagy mértékben meghatározza egyébként, hogy most mik a lehetőségeink. Social business, tehát maga a közösségi eszközöknek a piaca, itt pedig azt gondolom, hogy a legtöbb rész már elég teljesen beintegrálódott az életünkbe. Sok esetben, és akkor itt megint egyébként az egyes eszközöknek a használhatósága kapcsán felmerül az, hogy sok esetben maga egy közösségi eszköz kiválthat olyan funkciókat, amikre egyébként fejlesztünk egy szép, nagy, jelentős eszközt. Most hirtelen az jutott eszembe egyébként, nekem két gyermekem van, aki már iskolába jár, meg egy, aki óvodába, és ott használnak ugye egy rendszert, ami kifejezetten egyébként szülői kapcsolattartásra van kifejlesztve. Ennek ellenére mindenki a közösségi eszközök kapcsán és odaintegrálva tartja a kapcsolatot, ami mutatja is egyébként, hogy ha egy adott eszköz megold folyamatokat, akkor lehet, hogy kár mondjuk belefektetni egy olyan eszközbe, egy plusz eszközbe, ami igazából csak ott van és nem használja senki. Ez egy picit egyébként túl is lendültünk már, most már azért másokról beszélünk, tehát a harmadik platform, tehát ugye a negyedik platform, amiről beszélünk, jó pár olyan eszköz megjelent, és akkor megint csak próbálok tovább ugrani, mert ez időn fogy. Megjelent ugye a dolgok internetének a piaca. Szerintem, ugye erről külön nem fogunk beszélni, de azért ez már több százmillió dolláros piacról van szó Magyarország tekintetében is. Kognitív eszközöknek akkor a robotika, 3D printing az talán kevésbé formálja a magyar piacot, illetve a security, tehát a biztonsági megközelítésnek is értelemszerűen válaszolnia kellett azokra a kihívásokra, amiket az utóbbi néhány év, évtized hozott nekünk. Csak hogy egy példát mondjak, nyilván, hogyha elmosódnak a végpontok, hiszen beköszöntött a harmadik platformnak a korszaka, az egy teljesen másfajta biztonsági megközelítést igényel. És csak hogy, miután a biztonság az egyik legfőbb sarokpontja volt az elmúlt éveknek, azért ezt kifejezetten megemlíteném, hogy azért volt egy paradigmaváltás az abban a tekintetben, hogy még 10 éve azt gondoltuk, hogy le lehet győzni a rossz fiúkat,
biztonság terén. Most meg már inkább azt gondoljuk, hogy teljes egészében nem tudjuk, viszont mindenképpen azt kell biztosítsunk, hogy az üzletmenetünk, hogy a szervezeti munkának a folytonossága az változatlan maradjon. Néhány éve történt az, hogy tehát a Maersk esetében, ez lehet, hogy sokaknak ugye ismerős, a Maersk nagyvállalat esetében egy gép fertőződött meg, és az egész IT-t újra kellett installálni. Na, az ilyen esetek ne történjenek meg, erre van egyfajta új paradigmaváltás ezen a területen is, ami egyébként már annyira új, hogy már több éves önmagában. De az a lényeg, hogy maga az új eszközök és a változó IT önmagában formálja a gondolkodásunkat is az IT-ról. Felhő, belekezdve egyébként a külön-külön álló témákban. Ugye, ahogy mondtam is, egyre inkább a felhő transformáció alakítja az életünket. Itt, amit látok, az ugye kifejezetten azt mutatja, hogy a hazai IT költések között mekkora rész képvisel az IT költés. Tök jól látjátok, hogy szépen 6%-ra hogy kúszik fel 18%-ra, mondjuk 2025-re, de ez még mindig elenyésző része, kis része annak, amit mondjuk a világ esetében, tehát a világ többi része mutat fel. Tehát mi esetünkben nemhogy nem gondolkodunk azon, hogy a felhőből hogyan jöjjünk vissza, hanem egyelőre még azokat keressük, hogy hogyan lehet a legtöbb workloadot felhősíteni, hiszen magában a felhőben azért elég komoly lehetőségek rejlenek. Viszont azóta, hogy elkezdtünk felhősíteni a saját IT infrastruktúránkat, felmerült jó pár ilyen gond. Egyrészt ugye a legtöbb európai vállalat azt mondja, hogy ők ebben hisznek, belefektetnek, viszont amikor megkérdeztük őket, hogy ezek a projektek mennyire sikeresek, akkor azt mondták, hogy csak nagyjából a 20% mondta azt, hogy ezek sikeresek voltak. Mi áll le mögött? Hát a legtöbb esetben egyébként ugye kiemeltük itt a biztonsági problémákat, performanciát, de olyan dolgok is előjöhetnek itt, ami abszolút nem technológiák, és itt ki kell emelni a bizalmat, a tudás hiányt. Tehát jó pár olyan kérdéssel küzd ennek a nagyvállalatok, amikor adott esetben indokolható lenne mondjuk az IT-nak a nagyobb szerepe a vállalatban, de még mindig van egyfajta bizalom, illetve a tudásban, tehát a vállalati tudásban is olyan hiátusok vannak, ami miatt adott esetben nem vezetnek be, vagy nem úgy vezetnek be mondjuk IT szolgáltatásokat, ahogy az indokolható lenne. Legtöbb esetben egyébként nem feltétlenül mondom technológiai problémáról van szó, hanem kezelhető problémákról, amik nyilván kérdéseket vetnek föl. Szintén elég sok feedbackünk van egyébként IT projektekről és azoknak a bevezetéséről. Nagy digitalizációs, tehát nagy vállalat, nagy hazai vállalat digitalizációs igazgatója jelezte azt, hogy ő bizony komoly projekteknél is találkozott olyannal, hogy mondjuk a bolt részről abszolút nem volt semmifajta érdeklődés a projektnek a kifutására. Holott, amit reméltek tőle, az adott esetben transformációs erejű lehetett volna a teljes vállalati élet tekintetében. Tehát nehéz egyébként úgy vinni ezeket a projekteket, hogy házon belül is azért ellentétek, problémák, bizalom, tudáshiány, illetve egyfajta félelem is jellemző még, hiszen ha átalakul az IT, most kifejezetten a felhőbe vissza tekintve, az egyben magával vonza azt is, hogy maguk a szerepek is átalakulnak. Nyilván itt a CIO, tehát az IT vezetőnek a szerepétől is várunk egyfajta átalakulást, ami nem mindenkinek lehet kedvező, vagy nem mindenki fogadja teljes örömmel. Ennyit a felhőről egyelőre, és akkor ne felejtjük még az adatokat is. Nagyon jól látszik egyébként, hogy a Big Data és Analitika piac Magyarország, itt is látszik, hogy milyen szépen haladunk előre, milyen szépen nő ez a piac. Itt megint millió dollárban látjátok azt, hogy hogyan növekszik a piac. Nagyon érdekes, minden olyan szépnek és shiny-nak hat, de ugyanakkor pontosan tudjuk azt, hogy egyelőre még azzal is komoly gondjaik vannak a vállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy hol vannak az adataik, amiket föl tudnak használni. Hiszen, és ezt megint egy CIO szájából lopnám el, vagy lopom most el,
azt mondta, hogy igazából 10 éve nem úgy gondoltunk az adatokra, mint hogy most gondolunk rá. Nem feltétlenül tudtuk azt, hogy lesz egy GDPR, nem tudtuk azt, hogy ezeket olyan kategóriákba fogjuk sorolni, mint amilyen kategóriákban most soroltuk őket. Gyakran nem is tudjuk, hogy egyes adataink hol vannak, ezeket valahogy össze kéne szedni, katalógus kell készíteni belőle, adott esetben valami fajta MDM szisztém is jó lenne a háttérben. Tehát mielőtt, hogy nagyon ott tartunk, és akkor itt át is vezettem egyébként a következő szlájdra, hogy monetizálni akarjuk az adatokat, jó lenne egyáltalán tudni, hogy ezek hol vannak. Pár szóban tényleg egyébként szoftverpiac, illetve alkalmazáspiac nagyon jól látszik, megint érdemes egyébként visszatekinteni egy 15 évvel korábbi állapotot, összevetve a 4 évvel későbbi vált állapottal. Itt is van egy ilyen 4-5-szörös növekedés. És amit mondtam az elején, hogy hogyan válunk hibriddé, nyilvánvalóan amilyen szoftverfejlesztéseket, a szoftver bevezetések, investíciók történnek jelen pillanatban, azok inkább már software as a service, felül alapú termékekről beszélünk ebben az esetben, ami megint egy kicsit olyan változékonyan hibriddé teszi a teljes IT-nkat, mert nem minden esetben gondolkodunk a felhőben itt is, még mindig megvan ez a bizalmatlanság itt is, ugyanakkor ahogy az alkalmazásoknak a száma növekszik, az megint egy picit áttekinthetett lenni, vagy nehezen áttekinthetővé teszi az IT-t. Gyakran maga az IT vezető se feltétlenül tud minden alkalmazásra, ami itt szerepel. Tehát megint egy ilyen heterogén, nehezen áttekinthető valamivé válik az IT, és ez egyébként jellemzi a piacot az elmúlt években. Nem véletlen egyébként, hogy jó páran az ászlőkre tűzték az alkalmazásoknak a konszolidációját is. Az alapvető kérdések nyilvánvalóan egyébként, hogy mondtam is, érdemes lenni tisztában lenni az adatvagyonnal. Miatt felhősödünk, érdemes azt is látni, hogy egyáltalán mi az a felhő, és mit adhat nekünk. Nagyon sokan, főleg egyébként a nyugaton jellemző, jóval magasabb a felhőnek az érettsége, jóval felhősebb maga az IT infrastruktúra, és ahogy mondtam is, már inkább visszafelé jönnek, hiszen nem minden esetben a publikus felhő a megoldás minden egyes gondunkra és problémánkra. Illetve mielőtt túlhalmozzuk az alkalmazásokat, érdemes azt is látni, hogy melyik milyen értéket ad hozzá a vállalat és a vállalati értékéhez. Próbálok sietni, hiszen sok időm nincsen hátra. Ahogy mondtam, az egyik fontos mondani valója, talán egyébként ennek a prezentációnak, hogy egyre inkább hibridé válunk, egyre összetettebb és hibridebbé válik az IT, hiszen hordjuk magunkkal a korábbi elképzeléseket, a korábbi eszközöket, a korábbi legacy rendszerinket. Viszont ráadásul a fókuszokban is változás történik. Anélkül, hogy elvesznétek itt abból, hogy melyik vonal, illetve melyik oszlop mit is takar. Korábban, ahogy mondtam is, a legfontosabb értékmérő az volt az IT-val szemben, hogy valahogyan optimalizáljunk vele, hatékonyabbá tegyük a működést. Na most az utóbbi években már sokkal inkább azok a szempontok merülnek itt föl, hogy hogyan tudunk jól innoválni az ügyfeleket, tehát a customer experience, hogyan tudjuk jobban menedzselni az IT segítségével, hogyan tudunk nőni az IT segítségével. A korábbi fontosnak tekintett szempontok, azok továbbra is ott vannak az asztalon, tehát nyilván a reguláció, a biztonság, hát a költségek, ezek mind ott vannak, de helyet cseréltek egyébként a fontossági létrán. Fogok beszélni egy szájra a Covid-ról, itt nyilván annak is volt egyébként egy hatása, hogy hirtelen sokaknak kellett az IT-val foglalkozni, akiknek korábban nem kellett. Jó, még egy jelentős változás, amellett, hogy felhősödünk, ami eleve egy ez a service felé történő váltás, ez a service fókusz, tehát hogy szolgáltatásként vegyünk igénybe kvázi IT-t, mint egy közműt, vagy egy ilyen elcsépelt példával éljek, ez egyre fontosabbá válik még a nem felhős területeken is, és ez nyilván részben oda is vezethető vissza, hogy hát egyrészt a változó megközelítésekhöz, meg oda is egyébként, hogy egyre kevésbé lehet ezt a heterogén IT-t saját belső erőkkel lefedni,
sokkal fontosabb az egyik, hogy a saját core business-ünkkel foglalkozzunk, illetve sok esetben már megfelelő szakembergárdát is nagyon nehéz kitermelni, vagy kialakítani egy ilyen szétterjedt és ilyen sokrétű IT tekintetében. És akkor még egy kevésbé jó hírt talán. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mit okozott a pandémia, tudjátok, annak is ilyen mémek, hogy a COVID-19 mennyivel nagyobb disztruktor volt, mint a CEO vagy a CIO. Azért ez csak részben igaz, tehát nyilvánvaló, hogy a COVID-19 is az, hogy át kellett térjünk egy másfajta működésre, hozott egy pozitív impaktet az IT tekintetében, de ezt jól láthatjátok a jobb oldali csáton, és ezek EMEA szintű adatok, hogy csak a vállalatoknak a harmada mondta azt, hogy ez így siettette, vagy pozitívan járult hozzá az ilyen transformációs törekvésekhez. Tehát persze abszolút látjuk, de amennyire azt gondoltuk, hogy majd így felrúgja minden előzetes forecastunkat, előrejelzésünket, azért ez nem így lett teljes egészében. Még egy, illetve még két komment ennek kapcsán. Amikor arról beszélünk, hogy megpróbálunk valahogy nyerni az IT-n, akkor fontos az is, hogy megfelelő partnereket találjunk, és ami egyébként a legfontosabb visszajelzés jött alkalmazás oldalra a vállalatokról, hogy nagyon nehezen találják azt a partnerüket, IT-oldali partnereket, aki megfelelő roadmap-et tud nekik adni. Tehát azt mondja, hogy oké, a következő 5 évet, hogyha előre nézel, akkor így fog kinézni ez a fejlődés, ami által nyújtott IT szolgáltatás kapcsán. A másik, és ez meg inkább infrastruktúra oldalról jött elő, hogy mi miatt cserélünk mondjuk partnert ennek kapcsán, akkor cserélünk partnert, hogyha valakinek van akkora tudása, hogy több IT területet adott esetben egy teljes IT infrastruktúrát összegezni kéne mindezt, amit elmondtam, akkor az, ahogy mondtam is az én, hogy a jövő az mindenképpen hibrid, az IT kategóriák azok elmosódnak, és nem mindig egyértelmű, hogy mi az, ami értéket tud nekünk nyújtani, vagy mi az, amivel értéket tudnak nekünk nyújtani, és nyilván az nyer, aki ezt a digitalizációt, digitális transformációt, bocsánat, rossz a hang, tehát, hogy aki ezt a digitalizáció, digitális transformációvá tudja nekünk alakítani, tehát valahogy rendet tesz a káoszban, és megtalálja nekünk, hogy hogy ad nekünk az IT értéket. És azt hiszem, hogy itt köszönöm meg a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük Bak József előadását. Közben egy nagyon régi úttörőnk jutott eszembe, Vasvári György, aki az IT-biztonság kapcsán használta a humán tűzfal kifejezést. Tehát azt mondta, hogy hiába van technológiai tűzfal, hogyha az emberek tudatossága még nem elég megfelelő, erre a területre is kell figyelni. És szerintem mi például civil szervezetként ebben tudnánk segíteni, hogy ez a bizonyos nehezen adaptálódó magyar esetleg szektor egy bizonyos dolgokban rugalmasabb legyen. Ezt jól gondolom? Figyelj, kettő komment jut erre eszembe. Egyrészt, én csinálok biztonsági konferenciát is egyébként, most már nem tudom, 20 éve lassan, és egyszer hagytam ki az end user managementet, meg a humán biztonságot a témáim közül, és feedbackként mindenki reklamálta, hogy miért. Mert egész egyszerűen akárhogy is, és akármilyen sányi rendszered is van, azt a faktort, ugye így szokták mondani, és ezt a Földi Tibitől, a Cippannoniának az IT biztonsági vezetőjétől loptam, és szoktam lopni, hogy az a faktor, ugye, ami a billentyűzet meg a szék között van, tehát az emberi faktor, azt semmiképp nem lehet kiiktatni. A másik pedig, és egyébként abszolút jól látom, hogy nektek ebben szerepetek van, és illetve lehet. Tegnapi nap hívott fel ex-kollégám, nálunk volt értékesítő, és most egy szép, tehát több 10 milliárdos cégnél dolgozik ő is, és így mondja, hogy kaptak egy támadást, egy ransomware-es támadást, nem félnek hozzá ellencéghez napok óta. És így mondja, hogy igazából mit kell csinálni? Tehát senki nem tudja, mit kell csinálni. És ahhoz képest, hogy mekkora cég, tehát hogy hol tartanak ők,
Nyilván ismerem a legtöbb nagy IT biztonsági szervezetnek azért, akik ezen a piacon motoroznak, meg dolgoznak, tehát tudtam neki segíteni, összehoztam valakivel, de ők is mondták, hogy igazából műszaki igazgatóval beszélt. Tehát van egy ember, vagy vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, mégis egy ilyen alapvető eset, és mindenki a ransomware-ekről beszél most már évek óta, mégis ott tartottak, hogy azt sem tudjuk, hol kell elindulni. Tehát abszolút, abszolút. Nagyon elgondolkodható, és még egy gondolatot engedj meg. Felhős tekintettel hallgattam, amikor mondtad, hogy bizonyos szempontból ők már visszafelé jönnek a felhőből. Nyilván nekünk még itt rengeteg teendőnk van, de mit tudnánk eleve kivédeni az esetleg negatív, vagy mégse annyira hatékony tendenciák közül? Nagyon érdekes, hogy ez engem is meglepett. Tehát IDC-nek már Nyugat-Európában 3 éve is volt Cloud Repatriation egyébként a neve magának a trendnek. Tehát az, hogy próbálunk visszavenni dolgokat a workload-ba. Én azt gondolom, hogy most a relatív éretlenségünk az itt most egy előny. Tehát most így pontosan látjuk azt egyébként. És most már én azt látom egyébként több más szervezetnek így az előadá, vagy a konferencián is voltam, akik jellemzően egyébként, akik sok szolgáltatást adnak, tehát mondjuk infrastruktúra oldalról simán adnak mondjuk hostingot, és adnak adott esetben public cloud-ot, vagy valamilyen privát, dedikált környezetet, hogy ők már eleve úgy tálalják azt, hogy oké, erre ez az, amit érdemes használni, erre meg talán nem ez, amit érdemes használni. Ha te egy olyan szervezet vagy, ahol mondjuk a compliance túl egy kicsit tolva, eleve valami plecsni kell neked, nyilván azt eleve oda lehet, vagy oda érdemes tenni. Ha te mondjuk van egy olyan workflowod, ami így változik szezonálisan, de meg nyilván más az, ami ajánlott, ott megint csak máshogy kell ezeket rendezni. Tehát azt gondolom egyébként, hogy mi most egy nagyon jó pozícióban vagyunk, mert mi már egy kicsit tudatosabb, nem is az, hogy tudatosabban, de mondjuk jó pár évtized tapasztalatával tudjuk ezeket a workflowokat építgetni. Nagyon és egyébként köszönöm. A vendor oldalon is azt gondolom egyébként, hogy megvan már ez a fajta tapasztalat, és én azt látom egyébként, hogy lehet, hogy azért is, mert azért az egy ilyen szépen boomoló biznisz, tehát nincs is rászorulva igazából a szereplők arra, hogy minden áron mindent eladjanak azoknak, akik jönnek hozzájuk, de ők még azért úgy azt látom, és tényleg szereplőtől függetlenül, hogy azért igyekeznek segíteni. Köszönöm szépen a hozzászólásodat. Egyébként van olyan kolléga, aki még azt a kérdést tette föl, hogy mennyire vagytok nyitottak ti és a partnercégetek magyarországi digitalizációs fejlesztő céggel történő fejlesztési együttműködésre. Azért ez is jelzi az érdeklődést, de szerintem ezeket a hozzászólásokat eljuttatjuk hozzád, és közvetlenül összekötünk téged. Köszönöm szépen még egyszer.